A hétköznapok során rengeteg szó esik az egyént megillető jogokról és a szabadságról. Gondolataink legtöbbször a fogyasztás, egyéni vágyaink megvalósítása körül forognak. A jóléti társadalom megteremtésével a kötelesség és a felelősség kérdése egyre ritkábban kerül előtérbe. Pedig tudtunkon kívül is áthatják mindennapjainkat, amikor neveljük gyermekeinket, gondoskodunk családunkról vagy óvjuk környezetünket. A konzervatív ember élete a felelősségtudatra épül. Ennek a testtartásnak különösen nagy jelentősége van akkor, amikor a hétköznapokban nagy próbatétellel találkozunk. Ha nem csak az egyénnek, hanem egy nagyobb közösségnek, vagy akár az egész országnak kell helytállnia. Válságok esetén a helyes, a józan, felelős magatartás tanúsítása. Ne essünk kétségbe, ne keltsünk feleslegesen hisztériát. Figyeljünk saját magunk, családtagjaink és környezetünk egészségére. Most nem annak van itt az ideje, hogy egyéni érdekeinket előtérbe helyezzük. Ne sodorjuk veszélybe mások egészségét. Legyünk türelmesek és együttműködők egymással. Gyakoroljunk tiszteletet embertársaink iránt, segítsük a segítségre szorulókat, az időseket, az egyedülállókat. És talán a legfontosabb, hogy bízzunk a szakemberek iránymutatásában, tartsuk be a hatóságok előírásait, utasításait. Bár a jelenlegi helyzetből sokan próbálnak politikai hasznot húzni, most csatározásoknak, illetve a médiahergelésnek nincs helye. A jelen helyzetre a megosztottság és a széthúzás nem megoldás. A válságra a helyes válasz az együttműködés és a felelősségteljes magatartás.